Orbán Viktor miniszterelnök és Páva Zsolt polgármester 2014-ben írta alá a megállapodást, ami alapján a kormány átvállalta Pécs 45 milliárd forintnyi adósságát. Páva Zsolt ezután mondta azt, hogy Pécs hitele összesen 2 millió forint, és a város gazdasági helyzete stabil. Játékpénzt szórtak a tiltakozók a városi közgyűlésen 2,5 évvel az adósságrendezés után. Páva Zsolt 2017 őszén jelentette be, hogy Pécs újra 7,5 milliárd forintos hiánnyal küzd. A kormány csak szigorú feltételekkel segítette ki újra a várost. Az önkormányzat vezetését a térség fideszes parlamenti képviselőiből álló testület vette át, a város számláit pedig az államkincstár felügyeli. Páva Zsolt idén már nem indul újra a polgármesteri székért. A Fidesz helyette a budapesti, de 2009 óta a pécsi sportcéget irányító Vári Attila olimpiai bajnok vízilabdázót jelölte. A 43 éves egykori sportoló nem állt kameránk elé. A Facebook oldalán közé tett videóiban azt ígéri, hogy folytatja a megkezdett fejlesztéseket, elektromos buszokat állít üzembe, és a kormány támogatásával sikervárossá teszi Pécset. Dinamikus kapcsolattartás és a mindennapokban a dinamikus munkavégzés az fog hozzásegíteni minket, hogy Pécs régiós központ legyen. Vári Attila egyik kihívója Péterfi Attila lesz. 55 oldalas programot állított össze, ebben egyebek között új munkahelyeket, az elvándorlás megállítását és párbeszéden alapuló városvezetést ígér, emellett elszámoltatná a korábbi vezetőket. Hogyan történhetett meg, hogy egy 2014-es konszolidáció után, amikor is nulla volt Pécs adossága, ez az összeg ismét, ez a nagyjából 10 milliárd forint fölötti konszolidált adósság állomány összejöhetett. A jelöltet az LMP-t leszámítva az összes ellenzéki párt támogatja. A Lehet más a politika, a nagyvárosok közül egyedüliként Pécsen önállóan indul a választáson. Létrehoznék egy pályázati osztályt, közvetlenül a polgármester felügyelete alatt, és nem kiszervezett egységek, jogi irodák, ügyvédek és egyebek végeznék el ezt a munkát. Ez már maga a transzparenciát jelentene. Hétfőtől tehát biztosan új polgármester irányítja majd a pécsi önkormányzatot, hogy ki, arról vasárnap döntenek a szavazók.